van. Felhívjuk kedves nézőink figyelmét, hogy a műsorszám megtekintése 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Sportosak. Híradónk vendége Cseh Sándor, Európa-bajnok, ökölvívó edző. Szervusz, üdvözöllek! Dino Sporthíradó 10 éves fennállása alatt még egyszer sem sikerült beszélgetnünk. Most végre összejött. Kezdjük el legfrissebb dolgokkal. Ugye most volt a fiataloknak az országos bajnokság, vagy a serdülőknek. Versenyzőid, hogy szerepeltek? Két gyerek indult, sajnos, hát véleményem szerint, mert nem csak véleményem szerint, az egyiktől elvették a mérkőzést, kis súlyú gyerek, sajnos bírók úgy látták, mi nem úgy láttuk, meg hát a közösség közé is nagyon sokan nem úgy látták. A második gyerek... De magyarok a fügyszó volt, meg minden igen, más igen, egyéb igen, hajszokás. Hát, tulajdonképpen véleményem szerint megnyerte a gyerek. Csak hát a bírók... A másik az meg papír. Hát nem. Hát az igazság az, hogy nagyon jó helyt állt ő is. Szóval tulajdonképpen nem volt olyan nagy különbség. Elvesztette. Volt már olyan ökölvívó, aki bajnokságot nyert, magyar bajnokságot? Hát sajnos egy nehézsúlyú gyerek van nálunk, aki egy-két évvel ezelőtt a magyar bajnokságon indult. Tehát fiatal gyerek. Ő második lett. Tehát kezében volt egy győzelem, csak hát újonc, úgyhogy... Még lehet belőle, nem tudjuk. Mennyire emlékeznek rád az emberek? Mennyire tudják, hát, ki az a Cseh Sándor? Az igazság szerint, aki az ökölvívással foglalkozik. Vagy jó, foglalkozik. Az a szűk réteg, igen, oké, igen. De azon kívül? Azon kívül nem nagyon szerintem. Nem tudják. Nem. Jó, akkor menjünk vissza a múltban, megengeded. Igen. Kezdjük 73-an, tudom, hogy 1972 fényesebb a te lelkednek, szívednek. Igen. De majd kitérünk rá, hogy miért. 73 Belgrád, Európa-bajnokság, váltósúly, megnyerted, Európa-bajnok lettél. Igen. Azt lehet mondani, hogy akkor kézbe veregetted magad a válogatottba, akkor ott hát, vagy. Hát az igazság az, hogy már előtt is én voltam válogatott, szóval kerettag voltam, csak hát nem jött úgy össze. Hát meg volt egy Kaldi János. Igen, hát a Jancsi ez egy nagyon nagy boxoló volt, szerintem a világ egyik legnagyobb boxolója. És egy súlycsoportban volt. Egy súlycsoportban, igen. Én nagyon szerettem vele boxolni, mert erős volt, technikás volt. Én szerintem a világ egyik legjobb ökölvívója volt. És akkor visszavonult? Jancsi visszavonult, 72-ben még kim volt az olimpián, ott ezüstérmes lett, meg is nyerhette volna, de hát most ezt nem részletezzük. 72-ben az aranykesztyű bajnokságot megnyertem, akkor visszajöttünk, és akkor 73-ban az Európa bajnokság. Tehát az így van, tehát az olimpián még kint volt a Kardi Jancsi, viszont aranykesztyűn, ami akkoriban nagyon-nagyon nagy ranggal bírt, ugye kubaiaktól kezdve mindenki nyújt, de azt megnyerted. Az azért volt nagy, mert ott 11 első közül kiválasztották az első hármat, tehát a 11 bajnokból. Megelőztem egy orosz világbajnokot. Az lett a második, tehát az ezüst plakettos, és egy kubai lett a harmadik. És hogy te emlékszel, akkor van kesztyűt még magyar bunyós nem is. Nem nyert soha. Tehát 72 aranykesztyű, 73 Európa-bajnok. És utána egyes hírek szerint sorozatos balhé miatt 10 évre eltiltották a bunyótól. Hát először itt tiltottak el az EB évibe sajnos, mert... 73-ban? 73-ban. Na, mi történt? Volt egy sporttársam, szegényként már azóta nem él, nagyon jó boxoló volt, magyar bajnok volt. Kimentünk a edzőtáborból, ott iszogattunk, aztán kicsit sokat iszogattunk. És akkor, hát sajnos majdnem, a haverom majdnem megfagyott. Mert ugye tél volt, visszaértünk, hát talán egy 10 perces utat másfél óra tettünk meg, amire visszaértünk. Az volt a szerencsénk, hogy hát ő bement a táborba, bekopogott, aztán összeesett, legurult egyről. Szóval hát a lényeg az, hogy nem a sok ital, mert tényleg ittunk, hanem a fogyasztás elég sokat fogyasztottam, én 6 kilót a súlyomra. Tehát, és hamar, akkor ez megtörtént, edzőtáborban ez a igen, kis fegyelm. És akkor mi történt? Sajnos ezzel nagyon mennyi sokat időre vesztettem. Hát akkor eltiltottak két év nemzetközi, egy év hazai mérkőzéstől. És akkor fél év után
nekem elengedték az eltiltásomat, vált kérvényeztük, elengedték, az újpesti dózsa színeiben voltam akkor, sajnos, és elengedték az eltiltásom, és utána újra boxoltam. És akkor 70, nem emlékszem pontosan, 75, amikor is, akkor megnyertem a magyar bajnokságot egy súlya följebb, és akkor jött az Újpest, akkor hát még sok nemzetközi versenyen voltam kint, belügyi Spartakiád a Dózsával, ott is aránylag jó helyt álltam, és akkor úgy volt, hogy 80-ban még a Paplaci kivisz az olimpiára. Csak hát ugye az újpesti Dózsa ez a, nem így mondjak, nekem egy erőszak szervezet volt. Kértem, hogy engedjék el az eltiltásomat, Paplaci kivisz az olimpiáról, jó ment a box. És akkor az öreg ki is akart vinni, de Dózsával nem lehetett szót érteni, nem tudtak, nem tudott segíteni ő se. De miért nem? Hát mert a Dózsa, hát ez nem volt... De miért? Ha valamiért pekkeltek rád, haragudtak rád? Nem, az igazság az, hogy korrektek lettek volna. Most én nem szidom az egyik rendszer sem, mert semmi, nem vagyok politikus. De az a rendszer, ami akkor volt, nem volt rossz szerintem. Csak az volt a baj, hogy ezek terrorral intéztek mindent. Tehát... Jó, de ez a 10 éves eltiltás, igen, ez miért igen, jár? Hát ez azért, mert azt mondták, hogy sportszerűen életmódot folytatok. És nem úgy tehát volt? Hát én minden versenyen helyt álltam. Az oké, na de most... a versenyen edzésen kívül... Nem, már voltak persze piátunk, voltak balhék, de nem ezek... Meg voltak verekedések is. De most hagyd mondjak valamit, én nem akarok egy sportágbeli sportolókat se bántani. Most nem nevezem meg azt a sportágat, mert nem bántom persze őket. Én el a 100-szor nagyobb balhékat csináltuk újpesti versenyzők, mindegy, hogy milyen sportág, mert nem bántom igen őket. És azt mondták nekik, ennyi volt az egész. Egy egyéni sportolót, már mi Dökölvi volt ugye, és akkor eltiltottak 10 év? Eltiltottak. De attól jártál edzésre, hát, úgy edzettél? Az igazság az, hogy én a... Hát kirúgtak a rendőrségtől, az újpesti Dózsa eltilt, hát de eltiltott, igen, utána ők kértem, hogy engedjék a eltiltáson, boxolni akarok máshol, nem engedték. És akkor volt egy rendőrvezérőrnagy, nagyon rendes ember volt budapesti rendőrkapja, és az Interpolnak volt a parancsnoka akkor, Bíró Sanyi bácsi, és én mondtam, hogy Sanyi bácsi segítse, hogy boxolni akarok máshol. És ő nagy nehezen, gondolom szólt ott valakinek, meg jobban ismerte őket, és akkor nagy nehezen 6 év után elengedték tehát fölfüggesztették az eltiltásomat. 10 éves eltiltásomat. Igen. 6 évre. És akkor még boxoltál? Utána még igen, utána egész, jó ment utána a bunyó, csak hát ugye, akkor már ugye nem úgy könyvelték el a... Mert akkor boxoltam az építőkbe, akkor lement. Hát sajnos ott megint egy probléma az én hibámból. Úgy volt, hogy kimek Angliába profinak. Mert akkor már a balatonfüredi sportklubba boxoltam, és már megvolt a engedélyem a miniszterelnöktől, hogy kimessek profinak Angliába. És az ottani edző, ő intézett mindent. És sajnos ott szintén akkor megint az én hülyeségem, volt egy autóval balesetem, és hát akkor az is el... Azért jegyezzünk meg, ha azért nagyon diplomatikusan a részletekről hallgatsz, igen, hogy azért volt egy-két. Persze, hát én nem ütöm magam lovaggá, de hát azért az én egyesületemnek nem így kellett volna hozzám álljon. Szóval... És mikor változtál meg? Hát, az igazság az, hogy most ahol edzősködöm a Klej Csabánál, nagyon korrekt velem szemben, nagyon rendes ember. Ő segített nekem, ott vagyok mellette, foglalkozunk a gyerekekkel. Mióta edzősködsz? Most már 3 éve vagyok a Csabánál. 3 éve. Igen. Magyarul hány évig voltál távol az ökölvívástól? Hát tulajdonképpen nem voltam távol, mindig közelben voltam. Jó, de nem foglalkoztam. Nem, igen. Ez hát, hány év? Hát elég sokáig. Több évtized, ugye? Nem tudom, mert lejártam, én edzősködtem a volt edzőmnél, akkor még élt a BBK-nak hívták ezt a klubot. Még megvan most is, csak hát több máshol is meghalt. De hát az régen volt, mikor ott edzős. Régen, igen. Akkor és akkor így a semmiből téged, akkor a Klej Csaba úgy... Igen, nekik is sokat, nagyon sokat köszönhetek, igen. Úgy elővett? Igen, én tulajdonképpen nem edzőnek akartam hozzá menni, hanem munkaügyben, mert tudtam, hogy neki van egy cége, és akkor ott akartál dolgozni. Mondom, esetleg tud segíteni. És akkor mondta, hogy menjek oda, és
azóta ott volt nála. Úgyhogy... Na nem semmi, a Csaba akkor így odafigyelt. Igen, nagyon korrekt ember. És most már 3 éve akkor rendszeresen lejársz edzésekre? Igen, igen, igen. Foglalkozunk gyerekekkel, vannak ilyen hobbisták, vannak kisebb gyerekek, nagyobb. Hát. Milyen sűrűn mész edzést tartani? Minden nap, melyek szombat-vasárnap kivételével. Minden nap, és hány órát? Többet? Hát több edzést tartasz? Úgy van, hogy 6 órától van edzés, és itt olyan másfél-két óra általában. Mert vannak ilyen edzőmeccsek, mint például igen, ma is lesz. Aha. Jönnek le idegen egyesület, és akkor... Egy kis házi mérkőzés. Igen, hát ami... minél több van, annál jobb. Hát azon hát, lehet igazából igen, felkészülni. Lehet így van, felkészülni, úgy van. Mennyit tudsz visszaadni a régi énedből, most az ökölhívóra gondolok, mennyit tudsz a mai fiataloknak visszaadni? Hát vannak nagyon ügyes gyerekek, tehetségesek, nem mindegyik fogadja meg azt, amit az ember ugye elmond, de véleményem szerint tudok nekik. Hát, mi volt a te erősséged? Hát én balkezes voltam, és hát az a súlyomhoz képest azért elég jól ütöttem. Akkor megzavartad a normál alap felállásokat? Nem, az igazság az, hogy mindig azt mondja, hogy balkezek elő, hogyha nem tudom. Mert én, ha balkezesen boxoltam, engem zavart. Tehát ugyanaz a felállás. Engem az zavart. De hát a jobbkezeseket azt... Az a... Nagyütő voltál? Hát ezt nem mondanám, de az átlagot megütöttem. Bírtad a pofonokat? hát hogy így bírtam. Igen. Szóval abban arra büszke vagyok, soha nem számoltak ki. Tehát kiütve nem voltam. Sarcos típus voltál? Bementél és verekedtél? Nem. Én inkább észre boxoltam. Mondjuk nem is nagyon volt sérülésem. Egyedül életemben egyszer repeszét a szemöldököm, de sajnos pont egy magyar bajnoki döntőn. Pedig akkor még ugye, akkor is fejvédő nélkül, és nem olyan nagy unciás kesztyűvel boxoltatok, nem, mint mostanában. Az volt a helyzet, hogy belém fejjett a srác, hát szétrepett a szemem, és leléptettek. Ennyi volt össze? Egy összes meccsem volt már. Ma föl akarták adni, már kétszer rászámoltak, aztán utána sajnos szétrepett. Akkor még nem volt az, hogy lepontozzák a meccset, hanem akkor leléptették az embert. Összesen hány válogatott mérkőzésen léptél szorítóba? Hát az igazság az, hogy nálunk ez nem úgy van, ha válogatottan mentünk. Hát persze, most beléltem a nemzetközi sok minden. Sok nemzetközi, igen. Nagyon sok nemzetközi verseny indul, nagyon sok, a relatív. Elég sok nemzetközi. Nyertem olimpiai versenyek tornát, aranykesző bajnokságot, Folkstream emlékversenyt. Belügyi Spartagiátom voltam, Nécedobogon. Hát az pedig nagyon erős volt abban az időszakban. Hát a legerősebbek voltak akkor ezek a kommunista rendszerek, ezek a BM csapatok. Volt az orosz Dinamo, Légia Vas. És ott nyerni tudtál. Ezek a régi emléktárgyak megvannak még, őrződ vagy már? Sajnos az a helyzet, hogy két Európa-bajnoki érmem van, volt. Kimentem Hollandiába, úgy volt, hogy kimek edzőnek. Akkor még volt, együtt éltem egy kis lányjal, és őt nem tudtam kivinni magammal. És kimentem, és hát ott sajnos becsaptak. Nagyon, nagyon messze voltam, ez az északi tengernél volt egy város, oda hívtak ki. És ott egész más volt, amit ígértek. Tehát ezek lágerben voltak, ígérgettek. Sajnos vissza kellett, hát maradhattam volna, kaptam volna engedélyt, de el kellett utaznom Eindhovenba. Belga határt, tehát nagy tortúra volt. És akkor most mennyit őrzöl meg, mit őrzöl? Tudom, hogy újságkivágások, képek vannak. Van, igen. De hát érmek, hát én sellegek. A fiamnak adtam egy pár érmet annak idején. Jó, az EB aranyérmed. Hát ez erre akartam kitérni, kint maradt Hollandiában. Kint hagytad? Kint felejt tulajdonképpen, az összes ruhám kint maradt, úgyhogy... Nem mondod. De nem, olyan tortúra volt, tehát elmentem bomba a követségbe, mert ellopták a pénzem. És bomba elmentem a követségbe, hogy segítsenek. Hát úgy segítettek, mint rajta. Aha. Annyit mondtak, hogyha itthon Magyarországon leteszünk annyi forintot, és akkor ott nekem adnak annyi márkát. Aha. Hát mondom, akkor mondják, merre van Budapest vagy Magyarország, és akkor elindulok gyalog. És el is indultam. Csak hát ugye nem tudtam átúszni a Rajnát, mert hideg volt. Igen. És nagy nehezen azért hazaértem. 5 nap után. Azért Sanyi, zajlott az élet körülött. Hát eléggé. Eléggé zajlott. Családalapítás? Hát van egy fiam, hál' Isten. Hányszor váltál? 2-szer csak.
Na jó. Na jó. Annyira nem zajlott akkor az élete. Fiadból nem lett ökölvívó? Nem akartál ökölvívót faragni? Nem, a fiam focizott, aztán elment rendőrnek. Na. Én ízét szerettem volna, hogyha a kormányőrséghez menjen. Na de hát ez lett a izéje, hogy legyél rendőr kisfiam. És azóta is? Azóta is rendőr, igen. A 9 kerületből. Jól van akkor. El van. Csak hát nem bunyózik. Nem, de hát remélem, hogy nem. És akkor te rád, akkor most már Klein Csaba hosszú távon számíthat, hát mint edzőre? Hát számíthat, de remélem, hogy ez marad is, mert én a hát most az a helyzet, hogy amellett nekem dolgoznom is kell, most én már nyugdíjban vagyok. Igen. Na de viszont nagyon kevés a nyugdíjam. És mellette muszáj valamit munkát, csinálni. Tehát igen. Feltétlenül. Igen, igen. Igen. De azért azt gondolom, lelkednek jót tesz, hogy újra persze, ott vagy a persze, bunyósok között. Persze. Örülök is, mert szeretem nézni, amikor valamelyik gyerek egy kicsit ügyes. Mikor eltávolodtál az ökölvestől, tehát hogy nem voltál se edző, semmi, igen, igen. Akkoriban is figyelted azért a ökölvívó társakat? Figyeltem. Igen, hát az az igazság, hogy hát nem akarom én ezeket a gyereket bátni, de most már abban az időben, amikor én spörtem, ez egy régi duma, hogy ugye az én időmben. Igen, az igen, én igen. időmben azért voltak olimpiai bajnokok, Európa bajnokok, úgyhogy egész más volt. Akkor nagyon komoly volt a, tehát komolyabb volt a bunyó, mint most. Hát akkor többen csinálták. Így van. És azért véleményem szerint akkor, nem tudom, most már azért is tápolják a boxot, nem úgy, igen, mint régen. Igen. Régen csak ígérgettek. Milyen a kapcsolatod Csötönyi Sándorral, az a külszövetség elnökével? Hát semmi? Különösebb probléma nincs vele. Nem, ő hogy fogadta a visszatérésed a sportágba? Hát örült, igen. Tehát általában aki szeretett a sportot, az én is örülök, ha egy volt ökölvívó, esetleg valamilyen posztot betölt. Én nem tudom, hát... Mit szólsz ehhez, hogy az amatőröknél lekerült újra a felvédő? Hát, véleményem szerint nem sokat ér ez a felvédő. Egy az, hogy nagyon zavarja az embert, és... Én láttam olyat, hogy hiába volt ott a fej, mégis szétrepett a szeme. Tehát véleményem szerint nem kell a fejvéd. Maiakat mennyire ismered? Most azokra gondolok, akik például most mennek majd ki a világbajnokságot. Tehát a szűk válogatottat mennyire ismered? Nem, nagyon ismerem őket. Már nem ismered? Nem. Hát azért megnézem, ha van... Ki volt kedvenced az elmúlt időszakból? Erdei, Kokó, hát... Csontörő, Nagy Jani? Balzsai, volt kedvenced? Hát persze, nekem mindegyik kedve, amelyik jó bunyózott. Hát még a rosszul bunyózott, akkor is kedvencem volt, ugye, mert mégis a sportágam. Nekem megmondom őszintén, a mostani a relatív, mert ugye a Kovács Pista, Erdei, Balzsai, ezek mind jó ökölvívók voltak. Hát nekem a Zsolti nagyon tetszett, mert mikor találkoztál velük? Hát most már nem olyan nagyon rég, egy pár hónapja volt egy mérkőzés a volt klubomnál, az Újpesti Dózsába. Most már Dózsa csak, vagy igen. Mit tudom én, mi lett, vagy Újpest, igen, minden. Igen. És ott találkoztam vele. Uh-huh. Mert találkoztam ilyen zuglói születésű vagyok, zuglói barátaimmal, és avval dicsekedtek, hogy a Zsoltival találkoztak. Uh-huh. És kértek tőle autogramot, és akkor Zsolti korrektul várjatok, és akkor a kocsiba adott mind a kettőnek egy-egy képet, aláírta nekik. És én meséltem pont a Zsoltinek ezt izén, a Dózsa pályán. Szóval rátírnom, én rám nem hivatkoztak, hál' Isten. Rám nem hivatkozott senki, meg nem is kell, hát korrekt gyerek, úgyhogy... Élet. Na mindegy. Az ötkötött élet után, akkor most már megnyugodott az életed? Tehát most már úgy nyugalom van körülötted, vagy még... Nem, hát nincs probléma. Most már nincs? Nincs, hál' Istennek. Egyelőre. Hát remélem, hogy nem is lesz, amíg élek, mert sok probléma volt. Egészség? Hát sajnos vannak problémáim. De hát... Azt mondták, majd addig jó, míg fáj. Hát mondjuk fájni nem nagyon fáj, csak
a vérnyomás, meg mit tudom, a szívem, meg hát ebben a korban már... Ugye... És mozogsz, mikor edzős, akkor te is futsz velük? Iskolázok, meg szoktunk focizni. Aha. Csak most egy jó ideje már nem fociztunk, mert... Zsákolni nem szoktál csak úgy? Nem vonz, hogy 2-3-at csak úgy bele? Nem, szóval 2-3 az elég is. 2-3 az elég, ebben a korban a 2-3 elég. Nem, focizni szoktunk, nagyon szeretek focizni. Uh-huh. Akkor eltiltottak a bunyótól, fociztam is egy egyesületbe, úgyhogy mozgás kell. Milyen volt a kapcsolatod Papp Lászlóval? Hát az elején nem valami jó, és utána egyre jobb lett. Mert? Mi volt az elején a gond? Hát, mert én kértem őt, hogy vigyek ki 72-ben az olimpiára, Münchenbe. Igen. És akkor Jancsit vitte ki, mondja, ez egyértelmű, mondtam neki, hogy a főnök vigyek ki Nagyváltóba, tehát egy súlya följebb. Uh-huh. Azt mondta nekem a Laci bácsi, hogy abban bele kell erősödni. És akkor elkezdtem nevetni, mondom, hogy ide főnök. Egy hónappal ezelőtt vertem meg nem a nagyváltó súlyú bajnokot, hanem a középsúlyú bajnokot, tehát még egyet följebb. És nem is boxoltam be 3 metet, mert döntő fölnyel vertem meg Gyöngyösön. Egy középsúlyú Kuzma Csaba, nagyon kemény gyerek volt. Gyöngyösön vertem meg, mondom, főnök, 2 súlya följebb vertem meg a bajnokot. Hova erősödjek még? Mondjuk lehet, hogy ő így látta. Jó, utána hát én sokat hibáztam, mert nyerhettem volna én is olimpiát. Csak hát ugye ez az életmóda nem lehet. Hát amit én akkor... Mi volt az az életmód? Hát nem, hát piáltunk meg, mit tudom, hát ez nem összeegyeztetett. És a Laci bácsi az... Hát jó, hát persze, hát a Laci bácsi ugye meg semmilyen edző... Amúgy milyen ember volt a Papp László? Nehéz ember volt? Tehát nagyon... Nem. Egyáltalán nem. Inkább befolyásolható volt. Sajnos. Volt nagy lelke? Igen. Nem, ő egy nagyon jó ember volt. Sajnos túl jó volt. És akkor ezért... Olyan emberek befolyásolták, most ezt nem akarom részletezni. Tulajdonképpen volt olyan, hogy nem is ő ezért a válogatottat, hanem más, de most erről nem térek, nem akarok kitérni. Konkrétan tudom, hogy nem ő. Nem ő intézte. Tehát irányító volt, lelke így volt. Van, de egy nagyon jó lelkű ember volt, ezt hozzá kell tenni, és egy nagyon jó ember is volt. Egy jó lelkű, szó sincs róla. Meg vélem szerint az egy világ egyik legnagyobb ökölvívója volt, hát ezt mindenki tudja. Igen. Ezt nem kell mondani. Igen. De hát dolgozhattál a keze alatt. Igen. Hát, ez egy nagy... Hát büszke is voltam rá. Élmény, gondolom. Hát volt egyszer egy... Mentünk ki Salzburgba, vagy nem is tudom már, Salzburgba. És a válogatott a 4-en voltunk, a Papp Laci ment elől, még valami ilyen, mit tudom én, milyen vezetők, akkor mindig voltak vezetők, a nyugatra mentünk, akkor bőven. És mentünk mögötte, és pont Bécs-Salzburg foci mérkőzés volt. És mentünk a salakon körbe, Laci bácsi elől, mi 4-en versenyzők mögötte, és meglátták a Papp Lacit, leállt a fotballmeccs, közösség fölállt, úgy tapsoltak, focisták is tapsoltak, tehát igen. Mi éreztük jobban magunkat, nem ő. Szóval nagy... Ő tényleg hogy élte meg, hogy ennyire szerették, hogy ennyien ismerték? Azért, mert egy közvetlen, nagyon közvetlen ember. De ő ezt hogy élte meg? Zavarta őt már? Nem zavart egyáltalán, nem. Olyanra is képes volt, akkor a Laci bácsival voltunk, nem is tudom, hol voltunk, melyik. Azt hiszem Németországban vagy Ausztriában voltunk. Főkérték, hogy boxoljon 2 profival, 2 nehézsúlyú profival, 2 percet. X összeget adnak neki, de most ez nem is, nincs is jelentősége. És ő leboxolta vala 2 nagy bivajak, 2 de vicc volt, szóval játszott velük. De nagyon jó mozgott, pedig akkor a Laci bácsi 60, jóval fölötte volt. És te hogy mozogsz a ringbe, hogyha arra van szó? Hát én nem vagyok nagyképű, de pedig már 63 éves vagyok, de állítom, hogy akik most itt bunyóznak Magyarországon, párat még megvernék belőle. Na de hát ez már nem az én korosztályom. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttél, és bízom nagyon benne, szívesen. Hogy még sokáig megmaradsz újra a magyar ökölvívásnak. Nagyon szépen köszönöm. Jó egészséget. Nagyon szépen viszont. További sportosat.
A Dínosport híradó autós partnere a Prémium Autóház Kft. A lézer folytatja diadalútját az egészségmegőrzés területén. Legújabban egy olyan készülékkel ismerkedhetünk meg, melynek dupla lézere minden eddiginél hatékonyabb, egészségmegőrző, állapotjavító beavatkozást tesz lehetővé. Szabályozható pulzáló funkciója pedig a szervezet hozzászokásának esélyét csökkenti. Az orvostudományban már közel 50 éve használják a lézerkészülékeket, de eddig csak ugye kórházakban és csak orvos használhatta. Adódott a dolog, hogy hogyan lehet olyan készüléket, amit bárki tud használni mindenféle mellékhatásmentesen és gyakorlatilag veszélymentesen. Ezért születtek meg az úgynevezett lágylézerkészülékek egy 3 éve, és vannak forgalomban ugyanilyen típusú készülék, ez a Pirel készülék is, aminek ugye a lényege, hogy 2 darab orr applikátorral működik, és az orr nyálkahártyán keresztül törték a vér, a hajszálereknek az elérése, ezen belül a vörös vérsejteket megfelelő biofotonnal bombázva feltöltjük olyanféle energiával, amelyekkel a vörös vérsejtek összecsapódása úgymond megszűnik, negatív töltésüket fölvesz,